Egy nap a képviselők bőrében nyílt napot tartottak a Csabai Városházán. 75 éves a Ballassi Táncegyüttes, teltházas ünnepi műsort adtak a folk előadók. Bravúros győzelem a Kisfradi ellen, 3-1-re győzött a Békés Csaba a Soroksárral szemben. Jó estét kívánok, Önök a 7.tv híradóját látják. Pénteken délelőtt középiskolás diákok számára nyitotta meg a Városháza dísztermét a Békés Csabai városvezetés. A nyílt napon a fiatalok a képviselők szerepébe bújva megtudhatták, milyen a demokratikus döntéshozatal. A Békés Csabai önkormányzat évente egyszer középiskolásoknak enged betekintést a képviselők munkájába. Pénteken a Városháza dísztermében Szarvas Péter polgármester mellett Varga Tamás alpolgármester, Nagy Ferenc alpolgármester, Kis Gyula aljegyző és Lipcsei Emese diákpolgármester foglaltak helyet. Én úgy gondolom, hogy ez hatalmas megtiszteltetés részemről, hogy egy ilyen fontos városi eseménybe láthatok betekintést, illetve úgy gondolom, hogy ez engem is és a diáktársaimat is nagyon nagy tapasztalatokkal fogja ellátni. A résztvevők közül sokan most jártak először a Városházán, de akadt olyan is, aki a nyári gyakorlatát itt töltötte. Azért érkeztem ide, hogy megtudjam, hogy miről szól az önkormányzatban, mit dolgoznak itt a emberek. Emellett én dolgoztam egy hónapot itt az önkormányzatban, a ifjúsági osztályon, és szeretném megtudni, hogy a többi osztályon is hogyan folynak a munkálatok. A város alpolgármestere szerint a nyílt nap az önkormányzat és az ifjúság közötti párbeszéd egyik izgalmas momentuma, amelyre az országban csak kevés helyen van példa. Minden iskola delegált csoportokat, és a tegnapi közgyűlés után megmaradt a szavazógéprendszer, megmaradt ugyanaz a berendezés, és ezen a napon a hivatal osztályvezetői tartanak tájékoztatót az osztályukat érintő fiatalokkal kapcsolatos feladatokról. Az esemény azt is szolgálja, hogy a diákok érezzék, Békés Csaba az ő közösségük is, melynek már fiatalon tagjai és felelősséget kell vállalniuk érte. A fiatalok tehetnek fel kérdéseket, észrevételeket is tehetnek, és ezt követően szavazni fognak, mint a felnőtt képviselő közgyűlésen arról, hogy ezeket a tájékoztatókat, illetve a kérdésekre adott válaszokat elfogadják-e. Egy picit a demokratikus döntéshozatali rendet ismertetjük meg a fiatalokkal. Az interaktív programot a koronavírus járvány alatt nem tarthatták meg, de előtte és most is nagy sikert aratott az ifjúság körében. Fennállásának 75. évfordulóját ünnepelte a Ballassi Táncegyüttes, amely ebből az alkalomból ünnepi műsort adott a Békés Csabai Jókai Színházban szombaton. Az előadásban felléptek a korábbi és a jelenlegi táncosok, de a fiatal tehetségek is megmutatták tudásukat. Az együttes szombaton dupla előadással, délután 3 órától és este 7 órától is várta a közönséget. A színpadon összesen 144 táncos kapott szerepet. Mlinár Péter, a Ballassi Táncegyüttes művészeti vezetője, a 7.tv Művészbejáró című magazinjában elmondta, hogy az ünnepi műsort miként építették fel. Történelmi áttekintése lesz az elmúlt 75 évnek, és szeretnénk bemutatni a nézőknek azt, hogy mi történt a 75 év alatt, milyen művészeti munkák folytak az együttesben, kik voltak a művészeti vezetők, mik voltak azok a különböző koncepciók, amik folyamatosan változtak az évek folyamán, illetve mik voltak azok az oldalágak, amik a 75 év alatt kialakultak az együttes mellett, azok a különböző társulatok, illetve különböző együttesek, akik valamilyen szinten csatlakoznak a Ballassi Táncegyüttes munkájához, de mégis önálló lábra állva egy újabb formációt mutattak be. A szombati műsort Mlinár Péter szerkesztette és koreografálta, amely a képeskönyv címet kapta, és 12 képben mutatta be az elmúlt 75 évet. A művészeti igazgató elmondta, hogy mindössze 2 óra alatt elkelt az összes jegy mindkét előadásra. 48-ban Békés Csabán rengeteg együttes, 40-50 együttes létezett,
aztán lemorzsoltak, és egy maradt, a Balassi Tánc Együttes, ami még a mai napig is él. Ennek az élésnek annak köszönhető, hogy mindig azok az oktatók, azok az előadók, azok az alkotók, akik ezt vezették és csinálták, mindig előbbre is előbbre léptek. Először utánpótlás nevelő iskola alakult, aztán megalakult az egyik együttes, másik együttes. A 75 évet összefoglaló gálaműsorban minden tánc előtt egy rövid vetítést láthattak a nézők, ahol egykori tagok beszéltek a táncegyüttesről. Samut már 1953-ban készített, és ezt az összes balasis régi táncos végig táncolta a mai napig. A műsorban közreműködtek a Viharsarok Táncszínház, az Őszülő Halánték és a Hétpróbás Néptánciskola tagjai, valamint egykori táncosok is. Szeretetről, szabadságról és a barátságról szól a Jókai Színház következő mese musicalje, melynek olvasó próbáját csütörtökön tartották a Művész Kávéházban. Az előadást Bozsó József viszi színpadra, a főbb szerepekben pedig többek között Szász Boris, Király M. Alexandra, Nagy Róbert és Csonka Dóra lesznek láthatóak. Zöldségek és gyümölcsök világába kalauzol el a Jókai Színház új mese musicalje. A történet egy orosz mesén alapul, melyben Hagymácska az egyetlen, aki barátaival összefogva fellázad az elnyomó hatalom tormagasságos úrral szemben. Mindig arra gondolunk, hogy elég látványos legyen, viszont nagyon igényes is legyen, mind zeneileg, mind tartalmilag. És hát a jelmezek és a díszletek is, Libor Katalin munkája, fantasztikusak, és itt tehát a Békés Csabai stáb, az meg egyértelmű, hogy a legmagasabb színvonalon fogja feltenni a színpadra a darabot. Az előadást korábban már a Veszprémi Társulat is játszotta, aki a szükséges díszleteket és eszközöket a Jókai Színház rendelkezésére bocsátotta. A díszlettervező be is mutatta a színpad egymásban mozgó elemeit a szereplőknek. Kérte a Józsi, a rendező, hogy egy nagyon játékos, pörgős, forgós cucc legyen, és miután filmszerűen követik egymást a jelenetek, és elég sok helyszínünk van, ezért hát ez nagyon fontos követelmény volt, hogy nagyon gyorsan változzon a színpadkép, hogy látványosan változzon, de egyszerűen. A mese musical főszereplője Hagymácska, akit Szász Boris testesít majd meg a színpadon. Szerepe kapcsán kiemelte, hogy igazán azonosulni tud a karakterével. Nagyon nagy az igazságérzet a Hagymácskának. Én is ilyen vagyok. Mondja is a darabban, hogy nem tűr a magasságot, szomjazom az igazságot. És szerintem nagyon igaza van. A darabot december 5-én mutatják be a nagy közönségnek. Idén is lámpásokkal vonultak fel a lencsési óvodások Márton napján Békés Csabán. A pénteki eseményen a környék három óvodájából jöttek össze a gyermekek szüleikkel, majd a felvonulás után kötetlen programok várták a családokat az intézményekben. A hagyományokhoz híven ezúttal is sok óvodás vonult fel Márton napján Békés Csaba lencsési város részében. A Manóvár óviba, a Napsugár óviba és a Zöld óviba járó gyermekek ilyenkor minden évben megtesznek egy nagy kört a saját általuk készített kis lámpásukkal a kezükben, amely a szeretet fényét jelképezi. Az eseményen a szülők is szívesen vettek részt. Ebbe az óviba most vagyunk először, de voltunk már a másik óvodával, és nagyon szeretjük. Egész héten erre készültek a gyerekek, ők maguk készítették a lámpást is, és vártuk már nagyon, és jó élmény, szeretik. Harmadjára vagyunk, a kisfiunk kezdte, akkor volt ugyanígy tábortűz, a második alkalommal sajnos a Covid miatt nem volt már összejövetel, és most a kistárnyomban vagyunk itt harmadjára. Nagyon jól érezzük magunkat, nagyon szeretjük. A lencsési óvoda vezetője elmondta, hogy idén a felvonulás után az egyes telephelyek udvarán a résztvevő családokkal közösen tartottak összejövetelt, melyen volt szeretett sütemény kettétörés és kínálás, de lehetett enni libazsíros kenyeret, valamint teát és forralt bort is inni.
A mai nap ez ugye a hétnek a csúcspontja. Itt már nagy lázban égtek a gyerkőcök, mert ugye a hétre visszamenőleg csak meg kell említenem, hogy a lámpás készítésről, a szeretett süti sütéséről, a dalok megtanulásáról, stb. Tehát a komplex tevékenységekről van szó. Az intézmény vezető hozzátette, hogy az ilyen és ehhez hasonló közösségépítő programok segítenek a családokat és az óvodákat közelebb hozni egymáshoz. A Békés megyei Kereskedelmi és Iparkamara önköltséges és támogatott formában is szervez mestervizsgákat a különböző szakmák képviselőinek. Szombaton 9 kézápoló készült, hogy letegye a mestervizsgát Békés Csabán. Hónapok óta tanultak a szakemberek a kézápoló és körömkozmetikus mestervizsgára, melyet a Békés megyei Kereskedelmi és Iparkamara hirdetett meg. Ahhoz, hogy valaki mesterképzésre jelentkezhessen, több éves gyakorlat szükséges. Kovács Nikolett 17 éve dolgozik a szakmában. Pár éve elkezdett az oktatással is foglalkozni, ezért döntött úgy, hogy megszerzi a mesteri címet. Megmondom őszintén, hogy én egy pár éve már foglalkozok oktatással, továbbképző díszítő oktatásokkal leginkább, és úgy gondoltam, hogy a szakmai előmenetelemhez mindenképpen fontos ez a mestervizsgának az elvégzése, illetve szeretnék a későbbiekben úgy tanulókkal foglalkozni, hogy akár alapképzés keretein belül is, és ahhoz viszont szükséges ez a mestervizsga. A kézápoló és műkörömépítő mestervizsga elnöke elmondta, hogy a szombati alkalom 4 részből állt. A résztvevőkre 3 gyakorlati és egy portfólió feladat várt. Mert megvan a kézápoló és körömkozmetikus mestervizsgának a képzés és kimeneti követelményben, ott pontosan meg vannak határozva a vizsgamunkák, hogy milyen anyagból, milyen technológiával kell nekik dolgozni. Benne vannak az értékelési szempontok is, ami abszolút próbál objektív lenni, tehát minden mérhető szempont benne van, illetve vannak olyan feladatok, ahol sorsolt modellen dolgoznak, és van, ahol saját modellen. Tehát tulajdonképpen nem húzzák a feladatot, a vizsgafeladat adott. Egy-egy feladatnál van, ahol a modell a sorsolt, tehát idegen modellen dolgoznak. A mesterjelöltek a szakmai tárgyakon túl pedagógiával, joggal, vállalkozási ismeretekkel, marketinggel, valamint adó és TB kérdésekkel is foglalkoztak. A képzés lehetett önköltséges, illetve az Innovációs és Technológiai Minisztérium által támogatott. Újabb nehéz mérkőzés várta a labdarúgó NB2-ben 18. helyen álló Békés Csaba 1912 előre csapatára, akik a tabella 6. pozícióját elfoglaló Soroksárt fogadták hazai pályán a 17. fordulóban. Brulás Gábor együttese már az első félidő közepén vezetést szerzett, és végül magabiztosan nyerte a találkozót a Ferencváros fiók csapatának számító fővárosiak ellen. A lilamezes együttes az első félidő közepén gyorsan 2 gólos előnybe került. A 22. percben I. és Tamás 2 cser után kilőtte a bal alsó sarkot. Az előre 1 perccel később megduplázta előnyét. Cékus Ádám lecsapott egy röviden hazagurított labdára, és a kapust kicselezve a hálóba lőtt. A második játékrészt a Soroksár kezdte jobban, hiszen a 49. percben a csereként beálló Damir Redzics góljával szépített. A 81. percben a csabaiak mestere Brülás Gábor Puskás Gábor helyére beküldte Váradi Ádámot, aki a második labda érintéséből óriási gólt szerzett, amivel beállította a 3-1-es végeredményt. Hát az első fél idő az kritikán aluli volt az én csapatommal szemben, tehát nagyon gyengén futballoztunk, és főleg ajándékoztunk 2 gólt, hiszen mind a két gól előtt nálunk volt a labda, és odapasszoltuk az ellenfélnek, úgyhogy 1 perc alatt 2 gólt én azt gondolom, hogy nem lehet kapni. Nagyon rossz felfogásba játszottuk az első fél időt, nyilván a második fél időben már egy picivel jobban jöttünk ki, jó jött a Damirnak a gól, bíztam benne, hogy legalább egy döntetlenre ki tudjuk hozni. Ez nem így sikerült, úgyhogy maximálisan gratulálni kell a Békés Csabának, hiszen ezen a mérkőzésen jobbak voltak. A Békés Csaba győzelmével maradt a 18. helyen, de a játékképe alapján bizakodva várhatja a válogatott szünet utáni időszakot. Szerencsére most jól mentünk bele a mérkőzésbe, és ott 2-3 perc alatt sikerült 2 gólos előnyre szert tennünk.
Sajnos a farkas kiválásával egy pici zavar keletkezett a védelembe, és ott ezt egy, a kapott gól is nyilván rátett egy picit, és ott volt egy kis zavar ott a második fél idő közepén, meg az első részébe, de utána sikerült, úgy gondolom, hogy megint a csapat a tartását mutatja, hogy nem zuhantunk össze, hanem tudtunk rá még egy gólt rúgni, és végre most már tudtunk egy mérkőzést nyerni. A Lilák legközelebb a 16. helyezett, Tisza Kécske otthonában lépnek pályára november 27-én. Négy mérkőzés után is 100%-os maradt a Svitelszki Békés Csaba a női röplabda extraligában. Tóth Gábor együttese szombaton az MTK Budapest együttesét győzte le 3 szetben. Az aranyfekete szerelésben pályára lépő csabaiak voltak a mérkőzés esélyesei, akik ennek megfelelően kezdték az összecsapást, pillanatok alatt 5 pontos előnyre tettek szert. A házigazda nagyszerűen nyitott az első játszmában, míg a vendégek fogadásban nem tudtak felnőni a feladathoz, így folyamatosan nőtt a csapatok közötti különbség. Az első játszmát a kezdőcsapatba visszatérő Glembocki Zóra Ásza zárta le. A második játszmában is jól kezdett a BRS-e, ezúttal azonban nem hagyta magát leszakítani az MTK. Tóth Gábor, a csabaiak vezetőedzője, 15-11-es állásnál kért időt először a mérkőzésen, de a fővárosi gárda ezt követően még 3 pontra felzárkózott. A szett hajrában azonban újra lendületbe jött a Csaba, és 25-17-tel megduplázta az előnyét. A harmadik játszma elején menetrendszerűen a hazai együttes nyitott jobban, 3-0 után viszont gyorsan reagált az MTK és egyenlített. A Békés Csaba ismét beleerősített és őrizte 4-5 pontos vezetését. A fővárosiak mestere Leiszt Máté időkérésekkel is próbálkozott, de csapata már nem tudta szorossá tenni a mérkőzést. A harmadik szetlabdát Ralica Vasiljeva értékesítette, a BRS így bő 1 óra játék alatt 3-0-ra diadalmaskodott. Békés Csaba nagyon agresszívan kezdte nyitásaival a mérkőzést, és igazából tudta dominálni a játékot a hálónál is. Mi ott nem vertünk el vállalni olyan megoldásokat, olyan felelősségvállalása nem volt ott a játékosoknak, mint amit megbeszéltünk, hogy meg kell csinálni. De ebből azt gondolom utána lépésről lépésre azért kezdtünk jönni, bár ugye egyik szett sem indult jól, és mindig csak futottunk az eredmény után, viszont a szettek közben játékban már azért mutattunk szép dolgokat. A Békés Csaba 4 mérkőzés után szettveszteség nélkül vezeti az Extraliga alapszakaszának tabelláját. Nyilván az első szett nem teljesen reális, hiszen ott nyitás, tulajdonképpen nyitás volt az egész szett, a nyitásról szólt. Ott Pintér Andinak is volt egy nagyon jó sorozata, Bodnár Dorkának is jött a szokásos jó nyitás sorozata, ez azt hiszem, hogy pontot is tett arra szentnek a végére. Ezzel együtt a legfontosabb az volt, hogy a lehető leggyorsabban megszerezzük 3 pontot, és ez sikerült. A BRS-e szombaton folytatja a bajnokságot, amikor a mindössze 3 ponttal álló Fatum Nyíregyháza látogat a Városi Sportcsarnokba. Híradónkat látták, további híreinket és korábbi műsorainkat megtalálják a behir.hu oldalon. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk, viszontlátásra!